2022. decemberében a Magyar Parlament megszavazta az egészségügyi rendszer szinte minden részletét jelentősen átalakító törvényt, ebben a házi orvosi ügyeleti rendszer átalakítása is szerepel, mely az 1970-es évektől kezdve, tehát közel 50 esztendeje van életben. 2021-ben Hajdú-Bihar megyében egy úgynevezett minta, vagy pilot programot indított a kormányzat, ahol már tesztelték igazából ezt a mostani elképzelést. Annak a tapasztalatairól jókat mondanak, igazából nehéz a teljes képet látni. Lényeg az egésznek, hogy a járásközpontokban marad házi orvosi ügyelet. A többi kisebb, jellemzően kisebb helyeken is, ahogy az előbb mondtam, kevesebb ellátott lakossággal rendelkező ügyeletek, azok megszűnnek. A járásközpontunkban pedig az lesz a jelentős nagy változás, hogy hétköznapokon délután 4-től este 10-ig lesz egy házi orvos, aki ugye egy 6 órás műszakot fog vinni. Ezután pedig 10 órától reggel 8 óráig a mentőszolgálatot lehet majd hívni, már meg is van egy szám, az 1830-as lesz ez a szám, amit majd hívhatnak. Tehát 10 órától este 10-től reggelig akkor csak a mentőnek tudnak az emberek telefonálni, a betegek. Készült egy felmérés arról, mondja Barca Zsolt, hogy az ügyeleteket igénybe vevők túlnyomó többsége este 10-ig jelentkezik a felmerülő problémájával az orvosoknál, ezt követően ez a szám drasztikusan csökken, amit majd a mentők is el tudnak majd látni. Az biztos, hogy egységesítve lesz így az ellátás szintje, mind a szintje, mint pedig talán a betegbiztonság is egy kicsit növekedni fog, azt hiszem, mert egy központi diszpécser gyakorlatilag a telefonon azt fogja tenni, amit most egyébként a sürgősségi betegellátó osztályokon tesznek, ez az úgynevezett triázsolás, magyarul besorolás, tehát a bejelentőt kikérdezik, és annak megfelelően besorolják egy bizonyos kategóriába, sürgősségi kategóriába, és ennek megfelelő intézkedést fognak fogalmasítani. Nagyjából egy dióhéjban ez az összesítés ennek az egész új rendszernek. Eddig gyakorlatilag délután, hétköznap délutántól 4-től, illetve másnap reggel 8-ig, illetve hétvégén 24 órán keresztül volt egy elérhető házi orvos. Most ugye azt azért tudni kell, hogy a mentőszolgálatnak a diszpécserei rendkívül képzett szakemberek, akiket speciálisan erre képeznek ki, folyamatosan tovább képzik őket. Tehát ők azért igen-igen jó arányban be tudják megfelelő módon sorolni. Még akkor is, hogyha a bejelentő nyilván nem lehet szakember, hiszen ez nem várható el. Még ha esetleg a bejelentő önhibáján kívül, meg nem akarattal, de esetleg fals adatokat ad meg, azért nagyon jól be tudják sorolni. És a természetesen a mentő menni tud, tehát a legkisebb gyanú fölmerül, hogy itt valami súlyosabb betegségre utaló jel van, akkor azonnal mentőt fognak küldeni. A rendszer bevezetése folyamatosan történik, mondja Barca doktor. A jelenlegi elképzelések szerint valamikor ősszel, október-novemberben érkezik el Tolna megyébe. Addig ez a mostani ügyeleti rendszer ugyanígy működik, Bonyhádon is, de a megye Tolna megyébe az összes járási központban, illetve az összes most eddig működő ügyelet is működni fog. Ha csak ők ugye előbb nem, de úgy tudom, hogy a megyei szintű lesz, tehát azért mondom, hogy megye Tolna megye október-november környékén. Tehát addig minden marad a régiben, és minden a mostani működtető, van, ahol az önkormányzatok működtetik, van, ahol, mint Bonyhádon, az önkormányzat kiszervezte már 2008-ban más szolgáltatónak, tehát gyakorlatilag ugyanígy működik, valószínűleg novemberig, de ugye nem tudjuk, hogy mik lesznek a tapasztalatok, nyilván így, hogy szép fokozatosan az egyes megyék lépnek majd be ebbe a körbe, ahol változni fog a rendszer, mert ugye azért az egészségügyi vezetés az kommunikálta, hogy természetesen a tapasztalatok alapján, ha szükséges, akkor módosításokat fognak eszközölni. Nyilván ez így logikus és észszerű, hát ezeket nyilván nem tudjuk, hogy mi lesz majd itt a reakció a lakosság részéről, akár vagy szakmai oldalon, hát ezeket majd meglátjuk. Lakossági észrevételre is válaszolva a kórházigazgató azt mondta, továbbra is be lehet majd hajtani a bonyhádi kórház területére annak, aki az ügyeletre érkezik. A kórház udvarán, hogyha bejön a főporta melletti kapun, bejáraton, akkor attól jobbra levő terület az önkormányzati tulajdon. A házi orvosi ügyelet épületével együtt, ott egyébként egy házi orvosi rendelés is működik, Molnár doktornak a praxisa. Tehát az önkormányzati terület az úttól jobbra. A kórházi portások olyan utasítást kaptak már nem most, hanem már évekkel ezelőtt, hogy délután 4 órától hét közben, illetve hétvégén egész nap a házi orvosi ügyeletre érkező mozgáskorlátozott idős embereket, szállítógépjárműket be kell engedniük. Valószínűleg tartom, hogy egy-egy
kivételes eset történhetett, amikor a portás valami oknál fogva, nem tudom megmondani, hogy miért, de mégse tette ezt. Úgyhogy most polgármesterasszonyjal egyeztettem többször is, és meg fogjuk erősíteni az utasítást, hogy természetesen ezek a betegek, ezeket a betegeket szállító autók behajthatnak arra a területre.